Köszöntöm nézőinket! Jászárok szállási hírmagazinunk októberi műsorát látják. Adásunkban tudósításokat, beszámolókat mutatunk az elmúlt hónap városi eseményeiről. Most ezek közül nézzünk néhány fontosabbat. A képviselőtestület felosztatását követően a helyi választási bizottság 2021. január 17-ére írta ki az időközi választást. A város történetének összefoglalását adó kötet több mint 4 évtizedes kutatómunka eredményeként jött létre. A járványhelyzet ellenére sokan érezték fontosnak, hogy részt vegyenek nemzeti ünnepünk Jászárok szállási megemlékezésén. Jászárok szállás önkormányzati képviselői a testület felosztatásáról soron kívüli ülésen határoztak ismét. Az osztatásról korábban, szeptember 10-én meghozott döntésük eljárási hibák miatt ugyan jogsértőnek bizonyult, de az október 1-én tartott név szerinti szavazás sem hozott más eredményt. 7 igen és 2 nem arányban újra a felosztatás mellett foglaltak állást. Soron kívüli ülést tartott Jászárok szállás képviselőtestülete, hogy megtárgyalják és határozatot hozzanak a testület felosztatásáról. Antal Péterné szerző Ildikó úgy vélte, nem is kellene tárgyalni a napirendről. 2019. októberében a választók döntöttek, megválasztották a képviselőtestületet 5 évre. A polgármester úr jelen javaslatával átvette a választópolgárok szerepét, és azt kívánja a testület néhány tagjától, hogy ők is vegyék át a választópolgárok szerepét, és a választópolgárok akaratát, amit már eldöntöttek októberben, változtassák meg. Véleményem szerint a polgármesternek és a képviselőtestületnek együtt kell dolgozni. Mindenkinek, aki itt ma jelen van, csak egy feladata van, hogy dolgozzon tovább. A testületi többség ezzel nem értett egyet, aki küldött meghívó szerint szavazták meg a tárgyalandó napi rendeket. Mint ismert, az önkormányzat szeptember 10-én tartott ülésén már döntött a felosztatásról, de a Jász-Nagykunszolnok megyei kormányhivatal jogsértőnek találta a döntéshozatali eljárást, és felhívással ért a város felé, hogy helyezzék hatályon kívül határozatukat. Megállapítom, hogy egyhangú döntés, 9 igen szavazattal a határozatot elfogadta a testület. Ezt egyhangú döntéssel meg is tették a képviselők. A Petőfi Művelődési Házban megrendezett tanácskozás második napirendjeként Gergely Zoltán polgármester ismét javaslatot tett a képviselőtestület felosztatására. Korábbi indoklása szerint a testület tagjai nem találták meg a közös nevezőt, és úgy vélte, a város előtt álló nehéz döntéseket egy ilyen széthúzó testülettel nem lehet majd végrehajtani. Ez alkalommal elmondhatták véleményüket a képviselők. Továbbra is kitartok amellett, hogy nem kellene ezt a testületet feloszlatni, mindenképpen az együttműködést kellene az akadályok ellenére is keresni. Ennek a keresésnek volt 11 hónapja, tehát a 3 hónap alatt is minden egyes döntésről, amit én nem számoltam össze, de most hallottuk, hogy 40 döntés volt, minden egyes döntésről azonnal minden képviselőt értesítettem. Ebben a formában valóban nem tud a képviselőtestület együtt dolgozni, mert olyan szintű a megosztottság, hogy jelentős számottevő döntést nem fogunk tudni meghozni a közeljövőben. Nagyon sokszor személyeskedésig fajul a vita, ez nem fogja előbbre vinni a város ügyét, ez csak akadályozni fogja a képviselőtestület munkáját. Azt gondolom, ennek a testületnek nem járt a tiszta lap az induláskor sem. Sajnálatosnak tartom, hogy a szeptember 10-i feloszlatási javaslat jogsértő határozatba sodorta a testületet. Tehát itt ülünk ma, ismét ugyanebben a tárgyban, és azt gondolom, hogy az a tortúra, melyen keresztül a feloszlatás történik, nem egyedi. Jól jellemzi az eddigi működést. Ebben a városban és a közéletben nincsen helye annak a személyeskedésnek és a mérgezett retorikának. Szeretnék köszönetet mondani a képviselőtársaimnak, hogy itt lehettem veletek 11 hónapig, akárhogy is dönt a képviselőtestület, én ezt biztos, hogy nem fogom tudni elfogadni, én nem fogom támogatni az osztatást. A testületi többség végül a név szerinti szavazás alkalmával most is, mint szeptember 10-én, 7 igen és 2 nem arányban a feloszlatás mellett tette le voksát. 4 hónapon belül ismét képviselőket és polgármestert választhatnak a város lakói. Az időközi választás időpontjának kiírásáról a helyi választási bizottság dönt majd a napokban. A választásokig a jelenlegi testület viszi tovább az ügyeket. Tehát aki igen, nem válaszol, az... A testületi ülést követően a helyi választási iroda október 21-ére készítette elő a helyi választási bizottság ülését. Itt döntés született az időközi önkormányzati választás időpontjáról. Az első napirendi pontnak a...
A Jászárok Szállási Önkormányzat soron kívüli ülésén október 1-én meghozott határozatával döntött a képviselőtestület feloszlatásáról. Ezt követően a helyi választási iroda október 21-én délutánra hívta össze a helyi választási bizottság ülését, amelynek döntéseiről a bizottság elnöke Bobák Tiborné számolt be. 2021. január 17-ére tűzte ki az időközi választást, mely választáson polgármestert, illetve helyi önkormányzati képviselőket választunk. A választási kampányidőszak az 2020. november 28-ától 2021. január 17-én, még pedig 19 óráig tart. A november 28-ától lehet fölvenni az ajánló éveket, tehát gyakorlatilag innentől elindul az aláírásgyűjtés. Ezt legkésőbb december 14-én 16 óráig kell leadni az egyéni listás képviselőjelöltet, illetve a polgármester jelöltet, illetve az ajánló évek leadásának határideje is ez a dátum. A bizottság egyhangú döntéssel jelölte ki a voksolás január 17-i időpontját. A választással kapcsolatos határnapokról részletes tájékoztatást található a város honlapján. A lakosságnak ami feladatuk van még, hogy amennyiben lakcímváltozás történt, tehát körzetben szeretnének módosítást kérni, az időpontokat nagyon figyeljék, hogy meddig van lehetőségük arra, hogy átjelentkezzenek a körzetekben. A január 17-ére kiírt választáson képviselőket és polgármestert választanak a Jászárok Szállásiak. A voksolást követően a jogorvoslati határidők leteltével legkésőbb február 1-ig megalakulhat az új Jászárok Szállási képviselőtestület. A Hagyományok Háza és a Magyar Állami Népi Együttes közös szervezésében tartották meg az Új Bokréták Fesztivált Jászberényben szeptember végén. A két napos programsorozat első napján a Jászság Népi Együttes Víz utcai székházában kézműves foglalkozásokkal, kis színpadi bemutatókkal várták az érdeklődőket, ahol a Jászárok Szállási Kovács házas párral is találkozhattunk. Fogyni, akkor meg még vártok hozzá. A Gyöngyös Bokréta mozgalomra hazán két világháború közötti időszakának egyik legjelentősebb kulturális hagyatékaként emlékezik az utókor. A népi hagyományok újjáélesztése, színpadi bemutatása volt a legfőbb cél, amit a 21. századi szervezők, a Hagyományok Háza és a Magyar Állami Népi Együttes, valamint társszervezőként a Jászság Népi Együttes is felvállal. Az otthonról hazaországos eseménysorozat keretében a hétvégén tartották meg a kétnaposra bővült Új Bokréta Fesztivált. A Magyar Állami Népi Együttes nagyon sok vendéget szeretett volna hívni erre a fesztiválra, ezt idén egy párszor újra kellett terveznünk, és végül nagyon örülünk, hogy itt végül Jászberényben talált otthonra ez a fesztivál, a Jászság Népi Együttessel közös megvalósításban. Az eseménysor felvezetéseként pénteken népi mesterségekkel ismerkedhettek az érdeklődők. A Jászsági Népművészeti Műhely Egyesület tagjainak jóvoltából volt kovács műhely, kosárfonás, textilművesség, ugyanakkor kamara színpadi bemutatókat is láthattak az érdeklődők. A néphagyományaink azok nem csak színpadi műsorként, illetve ugye nem csak a hagyományok megélése, tánc és zene formájában, hanem ugyanúgy a kézművesség is nagyon-nagyon fontos, illetve most mögöttünk éppen egy mesejáték zajlik, hiszen a mesemondás is ugyanúgy a hagyományőrzésnek egy nagyon fontos szerete, és mi szerettünk volna egy ilyen komplex módon egy kis hétvégi őszelő élményprogramot ide varázsolni Jászberénybe. Jönnek a kecskék, húzd meg a farkát, bocsanak az almák, tart meg az estét. Mesékkel, népdalokkal teletűzdelt hangulatos műsort adott a Bahorka Társulat az érdeklődők számára, de fellépett a Paramisi Társulat, valamint a Zagyva Banda is. Molnár László és Kovásné Lajos Krisztina a színpadon népdalokat adott elő, Krisztina férje, Kovács Zoltán pedig a népi foglalkozások közül a kosárfonással ismertette meg a fiatalokat. Ilyen rendezvényből kellene sok. Szóval ez, ami igazán összetudná egy kis közösségé formálni itt a berényi kultúra szerető lakókat, és ennél jobb esti program nem is kellene. Másrésztről pedig a kézművesség is képviseltetve van. Hogyan kapcsolódtok ez a programhoz, és mi az a üzenet, amit ezzel talán át tudtok adni fiataloknak, idősebbeknek, gyerekeknek, felnőtteknek? Igen, hát itt a zenével az embereknek egy kicsit a lábát, meg a lelkét fogják, meg én meg a két kezét próbálom egy kicsit foglalkoztatni a gyerekeknek. És mennyire fogékonyak erre, mennyire jönnek ide? Fogékonyak, kíváncsiskodnak, érdeklődnek, és már nagyon sok ismerős van közöttük. Tehát meglátnak, mondták, hogy voltak már foglalkozásomon, szakkörömön, tehát mint ismert ember állok itt a gyerekek között.
Hogy hagyománnyá válik-e az új Bokréta Fesztivál Jászberényben, egyelőre nem tudni, de a szervezők nem bánnák, ha a városban rendszeresen vendégül láthatnák a hagyományőrzőket a programok keretében. Én remélem, mint ahogy a Csángó Fesztiválon is szoktuk, hogy tényleg a kisgyermektől az idősebb korosztályig ebbe a másfél napba tudunk egy kis néptánc, népzenét újra ide varázsolni Jászberénybe, és hát reméljük megint csak azt, hogy ez a kapcsolat ez megmarad, és jövőre is tudunk egy hasonlót rendezni. Dr. Donát Ferenc jogászra, nemzetgyűlési és országgyűlési képviselőre emlékeztek Jászárokszállási szülőházánál október 7-én. Később a Horthy, Rákosi és Kádár börtönét is megjárt politikus, egykori középiskolája, a jászberényi Lehel vezér gimnázium falán elhelyezett emléktáblán is koszorút helyeztek el a települések önkormányzatainak képviselői, valamint a Nagy Imre Társaság jászberényi szervezetének tagjai. Emlékezetét ifjúságának. Dr. Donát Ferenc előtt tisztelegbe szervezett megemlékezést a Nagy Imre Társaság jászberényi szervezete a járványhelyzetre tekintettel idén szűkebb körben. A Nagy Imre per másodrendű vádlottjaként életútját Jászárokszállási szülőházánál Besenyi Vendel helytörténeti kutató, a Nagy Imre Társaság elnökségi tagja idézte fel. Egy emléktábla előtt állunk, egy olyan emléktábla előtt, melyet Jászárokszállás várása emelt a város szülötte Donát Ferenc emlékére. De ki is volt Donát Ferenc? Eredendően jogász, de publicistaként, politikusként, agrártörténészként és nemzetgyűlési képviselőként vált ismerté. 1913-ban született Jászárokszálláson és 1986-ban hunyt el Budapesten. Egész életében aktív részt vállalt a hazai politikai közélet formálásában. Elkötelezett baloldaliként vett részt a II. Világháború utáni újjáépítésben. Tevékenysége miatt megjárta Horthy, Rákosi és Kádár börtöneit, a Nagy Imre per másodrendű vádlottjaként ítélték el. A rendszerváltoztatást már nem érte meg, 1989-ben rehabilitálták. Akik ismerték, átlagon feleli munkabírású, becsületes embernek tartották. Donát Ferenc életpályája bővelkedett a rendkívüli eseményekben. Ott volt a márciusi front bölcsőjénél, részt vett az antifasiszta ellenállásban. Egyike volt azoknak, akiknek a nevéhez a demokratikus földreform is kötődik. Fontos szerepet játszott az 1956-os forradalomban, megjárta Horthy, Rákosi és Kádár börtöneit, közben nézeteit és meggyőződését sohasem változtatta meg. A szülőházán elhelyezett emléktáblát Jászárokszállás polgármestere Gergely Zoltán, Jászberény alpolgármestere dr. Gedei József, illetve Simon Ferenc a Nagy Imre Társaság jászberényi szervezetének képviseletében koszorúzta meg. A megemlékezés egykori középiskolájánál, a jászberényi Lehel vezér gimnáziumnál folytatódott. Az itt elhelyezett emléktáblánál a politikus előtt tisztelegve a Jászárokszállási emlékezés résztvevői mellett Budai Lóránt Jászberény polgármestere és Antics István a gimnázium igazgatója is koszorút helyezett. Dr. Földi József Jászárokszállás története című összefoglaló kötetének bemutatóját tartották október 10-én a Petőfi Művelődési Házban. Az évtizedeken át folytatott kutatómunka eredményeként most megjelent monográfia a kezdetektől napjainkig foglalja össze a város históriáját. Hasonló, átfogó helytörténeti összeállítás közel egy évszázada nem készült a kisvárosról. Sokan voltak kíváncsiak Jászárokszálláson a város történetéről most megjelent kötet bemutatójára. A szerző dr. Földi József eredetileg közgazdász, de jászárokszállási elszármazottként folyamatosan kutatja szülővárosa múltját. Több mint 4 évtizede határozta el, hogy a kezdetektől összefoglalja Jászárokszállás történetét. A legfontosabb, legerősebb a érzelmi kötődés volt. Hát, tulajdonképpen ugye én nem vagyok történész, én közgazdász voltam, de miután 7. korom, ahogy említettem, elköltöztünk Árokszásról, lehet, hogyha itt maradtunk volna, akkor nem jutok el erre a szintre, hogy annyira vágynék Árokszállás után, bár ezt ugye nem fogjuk soha megtudni, de ez biztos, hogy nagy szerepet játszott, hogy én nem akartam elszakadni Árokszállástól. Földi József eddig már 3 városról készült kötetet jegyzett. A jászárokszállási beszédről, a városi tűzoltóság történetéről és a helyi családnevekről jelent már meg munkája, amit most a város történeti összefoglalóval koronázott meg. Ez utóbbi könyv magánkiadásban Gonda Csaba önkormányzati képviselő támogatásával jelent meg. Atyai jó barátként tekintek rá, nagyon szorosan fűződött a kapcsolatunk. Ez a könyvkiadás is, lehetne róla regényeket írni, hogy az, hogy
hogy zajlott. Nagyon nagy ellenszél volt, máshogy szerettük volna megvalósítani, de így a végkifejlet szerintem rózsásabb lett, mint ahogy gondoltuk. Szeretettel fogadják a könyvet, és szeretettel fogadják a bemutatást. A naplószerű krónikában megírt helytörténeti munkát Vukics Ferenc a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára mutatta be az egybegyűlteknek. Vukics Ferenc jászágó szülötte, aki gyermekkora egy részét szintén jászárok szálláson töltötte. Ilyen szempontból is vizsgálta az elkészült kiadványt. Dr. Földi József mindenki földie lett itt jászárok szálláson, Jászágon és a környező településeken azzal, hogy ezt a munkát elkészítette. Amellett, hogy 100 éve ilyen típusú monográfia nem készült el, emellett egy nagyon fontos dolgot is véghez vitt, mert valójában a következő nemzedékek számára biztosítja a tudást, amit meg lehet találni, aminek utána lehet nézni, amikor meg lehet találni a régi rokonokat, ismerősöket, barátokat, mert ez a monográfia erre is alkalmas, ami igazából személyessé és izgalmassá teszi mindazt, ami egy sokat megélt településnek a történelméből meg lehet mutatni. Az összefoglaló mind a szerző, mind a kötet bemutatója szerint több, mint egy helytörténeti munka. Arra is vállalkozik, hogy a jászárok szálláson élők érzéseit, lelkületét mutassa be a következő nemzedék számára. Egy nagy összefoglaló történeti mű készüljön. Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről emlékeztek meg nemzeti ünnepünkön jászárok szálláson. A járványhelyzetben bevezetett korlátozások miatt csak a rendezvény szabadtéri eseményeit tartották meg a település főterén az 56-os emlékműnél. Jászárok szálláson a nemzeti ünnepen rendezett megemlékezés résztvevői a Városházától vonultak a tiszteletadás hagyományos helyszínére az 1956-os forradalom és szabadsághoz főtéren található emlékművéhez. Megyünk, valami láthatatlan áramlás szívünket befutja, akadozva száll még az ének, de már milyen a Pesti utca. Miután Major Kinga elszavalta Tamási Lajos Piros a Véra Pesti utcán című költeményét, a városi rendezvényre érkezőket Gergely Zoltán polgármester köszöntötte. A szabadságot, a demokráciát úgy lehet jellemezni, mint azt, amikor az orvoshoz elmegyünk, mert fáj a szívünk, fáj valamilyen szervünk, amit addig nem is vettünk észre, hogy van. Mert ameddig megvan és jól működik, addig nem érezzük hiányát. A szabadság, demokrácia szintén ilyen. Akkor, amikor hiányát érezzük, akkor kell szót emelnünk, de addig is minden módon védeni kell, őrizni kell, és tenni kell érdekében. Kiemelte, hogy 1956 magyar forradalma az egész világnak példát mutatott. Reménysugarat, szivárványt festett az égre a szabadságvágy, igaz, a forradalmat eltörölték, de a demokrácia utáni vágy eltörölhetetlen és elnyomhatatlan, tette hozzá. A 64 évvel ezelőtt zajlott, hazánk sorsát meghatározó eseményeket és azok világtörténelmi hatásait Besenyi Vendel helytörténeti kutató, a Nagy Imre Társaság országos elnökségének tagja elevenítette fel. Emlékezni és ünnepelni jöttünk össze. Emlékezni a hazánkban 64 évvel ezelőtt történt eseményekre, amikor népünk szinte egybeforva szembeszállt elnyomóival, küzdött egy jobb, emberibb rendszerért, és küzdött egy független Magyarországért. Forradalmunk legfontosabb világpolitikai jelentősége az volt, mutatott rá az ünnepi szónok, hogy elsőként rázkódtatta meg az addig mozdíthatatlannak hit szovjet birodalmat. Az utókornak kötelessége emlékezni mindazokra, akik életüket áldozták a magyar hazáért. Sokan érezték fontosnak, hogy lerólják tiszteletüket a hősök előtt. A forradalom jászárok szállási emlékművénél összesen 18 intézmény, politikai és civil szervezet, valamint az önkormányzat képviselői helyezték el a megemlékezés koszorúit. Stávunk jászárok szálláson járt a labdarúgó bajnokság 8. fordulójában, ahol a városi csapat a hasonló erőkből álló Kunhegyest fogadta. Tudósításunkban összefoglaljuk a mérkőzés történéseit. Csupán 4 pont hátránnyal érkeztek Kunhegyes focistái árokszállásra, így egy szoros meccsre volt kilátás a 8. fordulóban. Az első negyed órát meghajtotta a hazai gárda, több helyzetük is volt, de csak nem sikerült az adódó alkalmat gólra váltani. Mert hogy vagy a hálóőr, vagy a védők mentettek a kapu előtt. A vendégcsapat érthetően kontrákra játszott, és az egyik után a 23. percben szögletet ívelhettek be. Magasan szállt be a labda a kapu elé,
ami Imre Zoltán fejéről a hálóban kötött ki. 0-1. A kapott gól után igyekezett Papp Tamás csapata kiegyenlíteni a hátrányt, többször is veszélyeztették a vendégek kapuját, de a legnagyobb helyzet is kimaradt, mert Rédei Ádám lövése fölé szállt. Így egy gólos kunhegyesi vezetésnél vonultak pihenni a küzdőfelek. A második játékrész elején aztán jött a hideg zuhany árakszállási szempontból. Ezúttal is egy szögletrúgás után nem tudtak menteni a hazai védők, és ismét Imre Zoltán volt eredményes. Ezzel már 0-2. A két gólos hátrány tudatában természetesen igyekeztek az árakszállási futballisták, de sehogy sem akart összejönni a szépítés. Az egyik ellentámadás viszont majdnem góllal végződött. Történt, hogy Kocsis Tamás a kapust is kicselezte, de szerencsére mellé gurította a labdát. Az utolsó percekben egy kis kakaskodás után mindkét csapat 10 főre fogyatkozott. Rögtön utána Szabó Tamás 20 méterről lövésre szánta el magát, ami a védők lába között került a hálóba. De mivel már több helyzet nem adódott, így végül is 2-1-re nyert a kunhegyesi gárda árokszálláson. Arra kértem a fiúkat, hogy próbáljuk a széleket megjátszani, mert esetleg ott nyíltak szabad területek, hát az első időben nem nagyon sikerült, aztán sajnos megint egy szögletből kaptuk a második gólt, utána is nyomtunk, próbálkoztunk, de nem igazán éreztem a fiúkban most azt a kellő átütő erőt. Adásunk végén lássuk legfontosabb híreinket még egyszer röviden. A képviselőtestület felosztatását követően a helyi választási bizottság 2021. január 17-ére írta ki az időközi választást. A város történetének összefoglalását adó kötet több mint 4 évtizedes kutatómunka eredményeként jött létre. A járványhelyzet ellenére sokan érezték fontosnak, hogy részt vegyenek nemzeti ünnepünk jászárokszállási megemlékezésén. Köszönöm figyelmüket! A Jászsági Térségi Televízió jászárokszállási hírmagazinját látták. A városi hírek összefoglalójával egy hónap múlva jelentkezünk ismét. Ezt az összeállítást, illetve egyéb műsorainkat is megtekinthetik az interneten jttv.hu oldalon, valamint Facebook és YouTube csatornáinkon. Viszontlátásra!